Na, hát nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok, srácok! Mint ahogy már beharangoztuk itt tegnap, illetve sokan meg is nézhettétek, megjelent az F1 2020-as játék trélere, és mit ad Isten, mai napra már egy-két játékmenetet is láthatunk az idén megjelenő játékból, úgyhogy egy kicsit hosszabb lesz most ez a live most, mert igazából csak a trailert szerettem volna megnézni, de akkor így belenézünk másba, és kicsit kielemezzük a dolgokat, én is egy kicsit összeszedtem egy pár anyagot, hogy tudjunk majd összehasonlításokat is végezni. Na, akkor szerintem kezdjük meg akkor így a elejével a dolgokat. Kicsit lejjebb veszem a zenét, ne nagyon zavarjon. Na, először nézzük meg akkor a trélert. Majd csak akkor, hogyha ti is láttok képet, mert ugye azt nem kapcsoltuk be. Na, majd most így talán jobb lesz. Nice. Jó. Mit láttunk? Mit láttunk ebből a szuperségből? Na, azt mondom, hogy egyébként nézzük meg egy kicsit lassabban. Itt azért láthatjuk, hogy már azért a idei festéseket már sikerült rá applikálni egyébként a autókra. Sőt, talán mondhatjuk úgy, hogy szerintem a csapatruházat és a sisak is talán már a 20-as. Aston Martin, az még a 20-20-ban még rajta lehet a Red Bullon, ugye? Én úgy emlékszem. Igen. Na. Itt azért látható, Kasznival most annyira nem akarok foglalkozni, mert tudjátok, ez tavalyi év óta egyébként ez valamiért ez divat lett egyébként, hogy ugye úgy mutat be trélert, hogy nincsenek kész az autó Kasznai, bár mondjuk nem tudom, hogy a Renault mekkora kiváltsággal ér a Codemastersnél, mert az úgy tűnik, hogy rendben van. De a Ferrari, hát a kedvencem, tudjátok, a Mercedes, a Red Bull, illetve hát itt a többiek. De mondom, tehát ez tehát nem értem egyébként, hogy a tavalyi 19-es kaszni formát miért nem lehet berakni, és valami nagyon aranyosan egyébként a Renault-jét azt így sikerült berakni. A Force India-val alias Racing Point-en nem is kellett volna egyébként semmit csinálni, ugye gyakorlatilag a 19-es kaszni formát, amit a modban is egyébként megcsinált a srác, hogy gyakorlatilag a Merci formára ráhúzták a Racing Point-os skint, ahol van itt, tehát itt van a Renault-nak ugye a formája, ami egyébként, én meg is néztem, ugye mutatom közben, nem akartam butaságokat mutatni, hogyha megnézzük, és itt mutatom is egy fél pillanat, itt is van. Tehát ha megnézzük, ez valóban stimmel. Tehát ez
úgy néz ki, hogy ez így rendben van. Hogy a Renault az valóban így néz ki. Ráadásul még a festés is stimmel. Tehát nem hülyeséget raktak rá. Úgyhogy ez oké. Okay. De mondom, nem értem egyébként, hogy a Renault az hogy elkészült. Igen. Hát új animáció nincs, ez ugye ez 15 óta van. Talán ez... Nézzük, ki van a dobogón, azt mondja, itt van Ricardo, Sainz és Albon. Hát mondjuk érdekes erősorrend lehet beállítva. Itt az Alfa Tauri-val locsol Gasly és Verstappen. Ez pedig már a Forma 2-es történet. Amiből egyébként nem tudom, hogy lesz-e karriermód. Lesz-e egy most karriermódja, vagy ugyanúgy csak Championship Season-t lehet menni. Megmondom őszintén, nem néz ki rosszul egyébként. Jó, tehát itt a Racing Point. Nincs kész a kasznia. Még mindig, nem tudom miért egyébként. De ha megnézzük, ugye mutatom, itt a Racing Point. Ez a 19-es Merci. Tehát ez akárki akármit mond, gyerekek, ez 19-es Merci. Közben látom, Zsolt írja, hogy nem lesz F2-vel sajnos karriermód. Ez a 19-es Merci. Ki tudom rakni nagyba? Ki? Ja, ez egy az egybe. Fullba. És itt van egy összehasonlító, ez nagyon jó kép egyébként, visszaveszem már. Ez a 19-es Merci, ez meg a 20-as Racing Point. Tehát nem tudom, hogy mekkora nagy munka lett volna egyébként most lehetett volna alkalmazni egyébként a máshol beilleszt típusú történetet a játék folyamán, ugyanis semmiféle veszteség nem érte volna a gárdát. De egyelőre úgy látom, hogy ez nem. Egyébként még az is érdekes, hogy magák az autók, ugye még február 16-án volt azt hiszem az első teszt, és ugye lement itt két hét alatt durván a történet, gyakorlatilag jó, bejött ez a Covid, de náluk szerintem ez teljesen mindegy. Ott volt a március, az április, most mi van a május közepen, tehát eltelt 3 hónap, és jelenleg egyébként itt tartunk. Ez megint egy ilyen érdekes dolog. És még van hajszálkereken, már mondjuk nincs 2 hónap hátra. Van még durván olyan 57 nap hátra a megjelenésig, és jelen pillanatában így állnak a dolgok. Hát, igen. Van még munka, lesz még ezzel munka egyébként, aranyosan. Hát itt a McLaren sem egyezik, tehát egy az egybe. Aranyos, hogy így próbálták ezzel a festék dologgal egyébként elpalástolni gyakorlatilag a dolgokat, mert a McLaren festése, ugye mutatom, azt mondja ez a igen, na, valamiket nem jó töltötte le. Aha, itt van. Tehát a McLarennek egyébként, ha megnézzük, a McLarennek egyébként nagyjából ugyanazt az orr rész kellett volna megcsinálni, mint amit a Renault is megkapott. Tehát nem lett volna egyébként semmi gond. Nagyjából első ránézésre, így a trailerbe azt rakták volna bele, nem lett volna egyébként semmi nagy hördülés, meg herdülés. De azért mondom, hogy láthatja mindenki egyébként, hogy ez a fajta orrképzés van a McLarennek. Ugye ezek téli teszti képek, de nem változott azóta, nem is változhatott. Tehát lehetett volna ezzel nyugodtan egyébként játszogatni, de ez még úgy tűnik, hogy ez nem sikerült. Jó, megyünk tovább, nézzük tovább. Jó, igen, Williams. Hát a Williams az mondhatjuk úgy, hogyha úgy maradna, se lenne a nagy gond. Az Alfának annak abszolút nem ilyen az orr nézése, mert erről dől, de annak nem ilyen az orr képzése. Ugye ott is ilyen kis Darth Vader-szerű, kis nyillások meg szájszerű valami van.
de ezt ugye még nem sikerült belerakni. A Force Indiának, hát igen, azt beszéltük, igen. Jó, Ferrari, itt jön a Renault, mondom a stimmel, hát a Mercedes abszolút nem, mondom tényleg csak könyörgöm, miért nem raktátok bele addig a 19-es? Hát bele lehetett volna rakni a trailerbe a 19-es Merci dolgot, hát komolyan mondom. Így van is, közben itt valaki írja, hogy legalább eltűnt a csík a gumiról. Igen, ezt én is észrevettem. Ez nem egy rossz dolog. Uh-huh. Igen, ez, hogy még a képünkbe tolják így ezt, ez nekem borítóképem, kedvenc borítóképem lenne, esküszöm. Hogy lehet így kiadni egy trélert? Még hogyha beta tréler, még akkor is. Hihetetlen. De mondom úgy, hogy a kész Renault ott van. Tehát vicc. Jó. Igen, Red Bull. Itt az Alfa Tauri. Itt pedig a Haas, igen. Na ez Sainznak ilyen a sisak festése? Ebben nem vagyok azért annyira biztos. De lehet. Lehet, hogy ilyenre váltott. Én nem ilyenre emlékszem, de oké. Okay. Jó. Ez a trailer. Engedjük el. Ennyi a trailer. Közben Milán, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Szánt sisakja ilyen. Oké, okay, Levente rendben, én el is hiszem. Nincs ezzel semmi gond. Jó. Akkor. Átugrunk akkor... Aravához, és megnézzük, hogy akkor mik robbantak idebe. Na, az első, amit megnézünk, az a motorhangok terén lesz. Jó, egy fél pillanat. Oké. Okay. Itt is vagyunk. Jó, tehát a motorhangokat fogjuk most megnézni. Közben leveszem a zenét. Nem kell. Jó, megnézzük a motorhangot. Oh, nem fél sebességen, hanem normál sebességen. Jó, mehet. Szerintem a Renault hangjával szerintem nincs baj. De jó, menjünk tovább, nézzük meg a következőt. Nézzük meg a Hondát. Még erre is azt mondom egyébként, szerintem a Honda egyébként egy picit ilyen, picit megmaradt ez a kicsit rekettesebb, vagy egy ilyen fura, minek mondják, a kipufogó, mikor ilyen nyersebb a hang típus, de hát nem tudom. Nekem megmondom őszintén, 16-ba tetszett a legjobban a hangja, azt nagyon eltalálták, de itt sem annyira vészes, tehát ez se rossz egyébként. Mindjárt megnézzük akkor egy Mercedes hangot, ugye akkor a Racing Point-tal.
Szerintem egyébként ez se rossz, bár mondjuk, ha meghallgatjuk az eredetit, amit mentek Barcelonába, mindjárt bele kukkantunk, vagy belehallgatunk. Jó, nekem ki van itt mentve, téli tesztek alapján. Csak ennek szerintem a videóját nem tudom megmutatni, mert tudjátok, ez nagyon F1-es. Figyeljtek, Hamilton. Hamilton hangja. Ez az eredeti. Most megy a célegyenesbe. Na, ez a célegyenes és az első kanyar. Szerintem ez nem olyan gáz. Nem olyan gáz. Ez nem olyan gáz. Megnézzük még akkor a ferkát. Hol van? Itt van. Oké. A Ferrari-nak van egyébként, megmondom őszintén, a legérdekesebb hangja, de ezt is hallgassuk meg egyébként, hogy Vettel hogy ment itt. Nézzük csak. Megy. Mondjuk ugye, igen, ez mondjuk T-kamból van, ugye a közvetítői kamerából. Annyira nem rossz a hang szerintem. Szerintem annyira, a hangokkal nem lesz szerintem baj. A Honda egy kicsit olyan érdekesebb, de... De nem lesz ez rossz, nem lesz ez rossz. Ez nem rossz. Ez annyira nem gáz. Ez annyira nem gáz. Na, nézzünk egy másikat akkor. Azt mondja, hogy create a team career. Na, van fenn ilyen. Ó, gyerekek. Na, nézzük. Hey, what's up, guys? Ara here, and welcome back to a brand new video today, and welcome to all the details you need to know that we know so far of F1 2020 nézzük. My team career mode, or the create a team career mode, as I've likened it to ever since it came out, basically. And so today we've got a whole bunch of really in-depth info. So far, we've only heard kind of general overview details of my team, but now we've actually got some real... Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy mit fog mondani erről a Create a New Team dologról. There's not going to be any gameplay of my team. I'm just going to say that right now because as it stands, Codemasters aren't allowing us to capture anything from my team. Jaj, nem lehet. Jaj. Aha. Nem lehet megmutatni még, csak megmutatni, hogy mi lesz benne. Jó, akkor nézzük át. Nézzük át, akkor miről is van szó. Azt mondja, hogy 11. csapat. Menedzselhetjük a épületeket, a pénzügyet, a szerződéseket. Jó. Megcsináljuk a csapatot, oké. Aláírunk majd egy főszponzorral, ami ad pénzt. Aztán kiválasztjuk majd a erőforrást, ugye ez majd ez pénzbe kerül, és felveszünk két versenyképes pilótát gyakorlatilag. Ja nem. Hire a company, teammate. Jó, csak egy pilótát veszünk fel. Tehát csak csapattársat fogunk igazolni. Na most arról nem ír a fáma, legalábbis én nem nagyon tudok róla, hogy ez milyen teammate. Ez kitalált teammate, ez valaki a mezőnyből, vagy esetleg a F2-ből hoz fel valakit, hogy, vagy ez most ki lesz? Mi lesz? Vagy azt is mi kreálunk valakit, és akkor azzal megyünk. Tehát ez mondjuk erről nem tudom. Erről még nem tudok én sem semmit. Ha valaki erről tud már valamit, az nyugodtan írja, mert ez még nekem nem világos. Választani lehet egy festést.
Igen, ez az, amitől féltem igazából, hogy szerintem lesznek adott sémák, és gyakorlatilag csak kiválasztod. Tervezel egy ilyen csapat medált, egy csapat logót, ugye egy csapat elvileg bárkit választhatsz F2-ből is, F1-ből is. Na, az mondjuk az érdekes lesz. Megcsinálod a csapatlogót, megcsinálod a csapatruházatot, meg ugye az egész kinézetét. Jó. Uh-huh. Hamilton is not going to sign if your Haku and car will be capable of giving him a race-winning car. Gyerekek! Hát megtörtént az, amit már sugaltak nekünk így a 2017 óta, és bele van írva szinte szabályba, hogy Hamilton nem fog neked aláírni, nem fog hozzád átjönni a te csapatodba, amíg nem lesz egy győztes autód. Kérdem én, ki a faszom ő? De most nem tudom szebben mondani, gyerekek, komolyan. Most ezt komolyan, ezt így bele kellett ebbe írni. Egyenlő feltételek. Jó. Már most imádom, gyerekek, az egészet. Fasza. Oké, menjünk tovább. Mi... Jaj. Nagyon-nagyon tetszik, jó. Mi van még itt? Will Buxton, My Team Press. Ugye Will Buxton lesz majd a sajtósunk, a My Teamnek a sajtósa. Hú, gyerekek, az előző mondat úgy szíven ütött, jó. Van-e még ilyen kíra? Hogy ne volna? Igen. Hát ugye ezeket ismerhetjük egyébként, amikor a multiplayer történetet nyomtuk. Hát ez gyönyörű. Milánom, nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy. Körülbelül így nézett ki a 19 ilyen 3-4 évad után egyébként. Jó. Na nézzük, látunk-e még valamit? Hát igen, itt gondoltam, hogy ilyen a multiplayer károk lesznek felhozva. Én nagyon remélem egyébként, hogy nem ilyen szponzorokat tehetünk a kocsira, de nekem van egy olyan csúnya érzésem egyébként, hogy igen. Hogy Xenon, meg Estoprutetta, meg tehát, hogy ilyen Sunburst, tehát életben nem lesz szerintem olyan, hogy te most csinálsz egy Mastercardos autót, vagy valami. Jó, van-e még valami info? Igen. Kicsit lejjebb. Nem csak ezt. Csak ezt taglaljuk, jó? Oké. Okay. Igen, lesznek interjúk, és hogy kérdez majd róla, hogy hogy érzi magát a csapat, hogy érzi magát a csapatnál, stb. Igen. Performance and Will how to initial team is set up essential foundation roadmap. Cinematic car revel for livery. Jó, akkor lesznek pár új animációk is, oké. Okay. Be van nyomva egy kis FIFA is, igen. Free time between races, 21 days, and each task takes a certain number of days, like FIFA player training, in the way you can do everything all of the time, just like IRL. Aha. Tehát ez egy kicsit ilyen menedzseres rész is lesz, úgymond. Ez nem baj, az nagyon jó, nem lesz az rossz. Manage team and staff activities. Tehát menedzselni kell a csapatot, és az alkalmazottaknak hogy miket csinálnak végül is, akkor. Generate funds and resources. Weekly resource comes in depending on setup your team, sponsor, etc. Motivate departments and your teammate, igen, motiválni kell, driving training campek,
PR események, akkor, és ugye ezeket, hogy jobb szponzorokat és jobb pénzforrást tudjál majd találni, és ezekre oda kell majd figyelni hétről hétre. Jó. PR eventek, Driver Press Tour, reklámkampány, Presser, etc. All have to do all of this as well. Ez kemény lesz egyébként, tehát lesz egy ilyen nagyon kemény menedzser módja. Na majd erről, ha lesz valami gameplay, az viszont nagyon érdekelni fog, mert ez egy teljesen új lesz a mondjuk a 17-től 19-ig nézve, hogy nem csak tényleg a fejlesztési fával fogunk foglalkozni, hanem itt azért komolyabb dolgok is lesznek. Jó, mi van még? Esetleg valami történet. Hát ez a 19-ből van véve, igen. Na, teammate stats, az experience, race, craft, awareness és pace. Tehát majd ezek a statisztikák lesznek a csapattársaddal összehasonlítva, ez a négyféle. Akkor a meglévő épületeinket is kell majd upgrade-elni. Jó. Hát ugyanazok lesznek, aerodinamika, kaszni, motorerő, megbízhatóság. Lesz majd egy személyes, ilyen szimulátoros analytics suite, fitness center, a marketing, sponsor resource, activities management. Ez igen. Lesz heti R&D, weekly running course. Jó lesz ez. Nagyon remélem, hogy ezek nem ilyen izék, hanem ezek tényleg benne lesznek. Developing standard mode and rushed mode, higher chance of failures. Igen, tehát a fejlesztéseknek lesz egy standard módja, de lesz egy ilyen rohanós, úgymond siessetek, hogy ez elkészüljön, de ennek viszont sokkal nagyobb az esélye, hogy ugye bebukik, és akkor ezáltal ugye elhalasztódik. De a erőforrást is, azt is lehet majd upgrade-elni. Mers upgrade, you get update as customer. Érdekes. Majd erre a fára leszek majd kíváncsi, hogy fog kinézni majd a 20-ba. Fú, ezek jók lesznek. Ezek jók lesznek. Szerintem. Jó. Ennyire nem akarok beleszaladni, menjünk tovább. Megnézzük. Másik kedvenc barátunkat. Benjamint. Nézzük egy ilyen Ferrari S-Fester. Hát a split screen, gyerekek. Split screen forever. Ugye ez a F1 2010, 11, 12, 13 és 14-ben benne volt. 15, 16, 17, 18, 19-ben nem, tehát 5 év kimaradt, és most újra lesz split screen. Most így a Covid idején egyébként, hogy nagyon nem fogadhatsz nagyon barátokat se, meg senkit se, ez mindenféleképpen. És másfél méterre kell ülni ugye a másik szemétől, ha valakinek úgy vagy közelbe, vagy mozgba, akkor gyakorlatilag ez a split screen egyébként borzasztóan jól fog majd jönni. Tehát ez nagyon jó, hogy egyébként visszarakták, de egyébként szerintem online championship, vagy valami coop championship biztos, hogy nem lesz. Na! Igen. F1 2020, Classic, F2 2019. Gyakorlatilag szerintem ugyanaz a dolog fog lejátszódni, mint tavaly, ha csak ebből a három kockából indulok ki. Ugye ez nekünk a 19-ben ez ketté lett vágva, ugyanebben a formában, csak ott ugye F2 2018 volt, és ugye a másik kockában, ami októberben jött ki, ott volt úgymond az idei szezon, ugye a F2 2019, tehát gyakorlatilag, amivel én most masszusitáikkal játszok, az benne lesz az idei játékban is, és akkor gondolom majd valamikor évvége folyamán, vagy az F2 2020-at ugyanúgy meg fogjuk majd kapni, valamikor szeptember-október környékén. Jó. Azt mondja itt, ezek milyen pályák? Ezek Bahrein, Vietnam,
Hollandia. Hol van Ausztrália? Mondjuk itt elég sok ki van hagyva. Nem készültek még el a pályák? Valószínűleg ilyesmiről lehet szó. Szerintem ez a time trial mód. Viszont nagyon sok ki van itt hagyva. For hooking me up with a preview code of the game. Today we're gonna start things off. Igen, hát ők már kaptak úgymond ehhez a játékhoz úgymond ilyen preview Steam kulcsot, és ezáltal ugye kipróbálhatják már az idei alfa verziót. Látszik egyébként, hogy még nincsenek beírva teljesen a csapatnevek sem, csak így nagyjából. Jó. Na nézzük meg itt ezt a részt, ugye a hudot. Ugye ez a rész itt fent ez nem változott. Ugye ez a jobb oldali rész, még a jobb alsó rész ez változott. Most itt egyenlőre három kis kocka van, de hát ez TT, tehát ennél több lesz majd a karrierezünk. Viszont láthatjuk, hogy az első rész, ami ugye eddig a 19-nél lent volt, ez most gyakorlatilag a kilométer és a fordulatszám mérő felé jött, illetve három fokozata van. The lap time. I can definitely go a lot faster, which is what we are going to do with the brake pedal. Not the brake pedal, but the pedals sorted now. Még erre is egyébként kíváncsi leszek, hogy nem tudom. Itt most ugye írja, hogy nincs annyira különszedve, mint a 19-nél, jobban egybe rakták az időmérő rendszert. Nem rosszabb vele egyébként így, ezt megmondom őszintén. Azt mondja, hogy már nem none és hotlapping lesz, hanem 0-1-2-3, úgymond autó R szerűség, csak te állítod be, hogy spórolós vagy nem. Igen, égnek a lámpák, erre most így Andor aranyosan felhívta a figyelmemet. Igen. De apróság egyébként, Andorom, engedjük el, ezt tudjátok, ez 15 óta világít. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ezért írtam ki én is magyarul, ugye itt fent, hogy fejlesztés alatt van, hogy ne legyen megint betámadva a fejem. Próbálom tényleg én is úgy nézni ezt a dolgot, hogy még azért van 2 hónap, és azért még ezzel lesz munka. Nagyon egyébként nagyon nincs mit nézni, ugyanaz, mint 18 óta, mész körbe-körbe a pályán. Látom, itt is a Diffi 50-en van, a Fake 54-en, így használtuk a 19-be is. Ebben nagy különbséget egyébként nem lehet észrevenni. Én majd arra leszek kíváncsi majd a autó reakciójára, autó viselkedésére, majd a kigyorsításokba, kanyarokba, hogy fog majd viselkedni, hogy viselkedik mondjuk majd a kerékvetőkön. Teszem azt például itt Bahreinbe, igen, mondjuk ennél a kerékvetőnél, itt, pontosan erről beszéltem, ugyanis én 19-ben ugyanígy jártam. Aztán, mint kiderült, nekem a felfüggesztésen kellett állítani, és akkor utána megszűnt ez a probléma. Közben kiszáradok. Viszont, ahogy már írtátok is többen, nincsen benne az a középen elválasztó csík, nincs benne a gumiba, ami egyébként nagyon jó. Nézzük. Aha. Igen, ez a kanyar, ez úgy látom, ez ilyen nagyon vicces lesz majd. Na mindegy, hát majd látjuk. Jó.
Mit szeretnénk még itt megnézni? Igen. Hát nem tudom, ebbe szerintem... Igen, hát ebbe ugyanaz, ezt csak elmondják, hogy mi lesz a karrierbe. Oké. Okay. Jó. Hát gyerekek. Ez. Lights, camera, action. Így van, testvérem. Itt van ugye a leírás, hogy mi lesz benne. Jó. Jó. Nem nagyon akarom elhúzni tovább ezt a videót egyébként, majd a srácok itt, meg aki nagyon fullos angolul majd úgyis megnézi, és akkor látni fogja. Hát hogy mondjam, lesznek változások. Egyelőre nincs felfedve még. A legnagyobb változás ugye majd ez a karrieres 11. csapat, de elég jónak hangzik. Jónak hangzik. Amit még nagyon-nagyon szeretnék tudni, az a ligázással, a kóppal, illetve a multiplayerrel való játék, hogy ebben mennyit javul majd. Nagyon remélem, hogy javul, mert a 19-ben az csapnivaló volt, a liga menüpont az gyakorlatilag használhatatlan volt, senki nem tudta használni. Úgyhogy nagyon jó lenne, ha lenne online championship, mint ahogy a 18-ban volt, illetve ha belerakják újra, miatt a szemét split screen helyett inkább, vagy volt egy olyan menüpont régen, hogy Coop Championship, és az nagyon-nagyon szuper volt, és ott lehetett ugye egy valakivel, egy adott csapatot kiválasztva játszani. Én inkább azt hoztam volna vissza, mint ezt a split screen dolgot. Én hozzám senki nem fog ide beülni mellém, mikor kormánnyal játszok, vagy éppen a kanapére, ha Xbox vannak, hogy most nekiálljunk itt F1 2020-azni. Tehát ez biztos, hogy nem lesz ilyen. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen hülyeség, ez lehet a konzolosoknak készült, nem is értem egyébként, miért nem csak abban van benne, de mindegy. Nagyjából ennyi lenne akkor most ez a videó. Megvárjuk még egyébként majd, hogy milyen fejlemények lesznek. Meglátjuk, jó? Meglátjuk. Még egyébként, ha már az előbb néztünk Bahrein, nézzétek már meg, beírom, hogy 15. De nem írom. Perez ment Mexikóba, de aranyos. Jaj, egyen meg, gyerekek! Hát, itt az én kis bajnokom. Hol van? Hol van? Ahol van? Itt van. Nem ő. Mert ő Anthony. Nézzétek csak. Reserve driver for Mercedes AMG Petronas Formula 1 team. Egyen meg ő reserve driver volt a Mercinél. Soha az életben nem került be. 2010 and I won 4 times in a row the German championship. Then I went into single seat as 2010. Így kell elcseszni egyébként egy fiatal tehetségnek a fullos karrierje, gyerekek, egyébként. Hihetetlen. Na mindegy, jó, ebben már nem megyek bele, ez egy másik téma. Szerintem nagyon félek egyébként, hogy Russell is majdnem, hogy erre a sorsra fog jutni. Nagyon remélem, hogy egyébként, hogy nem. Ennyi. Igen, ez nekem nagyon szúrja ez a szemem egyébként. Nagyon bánt ez a dolog egyébként, mert jó lett volna. Na, pilóta mozgás. Pilóta mozgás, ugye Vettel elhagyja a Ferrarit. Azt már tavaly beszéltük egyébként több live alatt is. Én megmondom őszintén, én azt hittem, hogy már így 20-ban nem fog indulni. Szerintem a McLarenbe szívesen fogják várni, ráadásul Merci motor lesz benne, bár mondjuk én németre nem emlékszem, hogy lett volna a McLarenbe valaha is. De lehet, hogy volt csak valamikor a 80-as évek elején, vagy 70-es években, nem tudom, de én tényleg nem emlékszem egyébként nagyon, hogy lett volna német a McLaren kötelékébe, de nyugodtan javítsatok ki egyébként, hogyha nem így van. Ráadásul ugye jön a Merci motor bele, lehet, hogy Vettellel így a kettőt szépen össze lehet kapcsolni. Én mondjuk jobban megnézném Bottas helyére Vettelt. Gyerekek, ott a két bajnok.
lássunk egy jó csatát. Ferrariban mindenféleképpen én Ricardo-t vinném. Ha nem megy oda Ricardo, akkor menjen Sainz helyre, és akkor Sainz menjen a Ferrariba. Szerintem, hogy segíteni Leclerc-et. Ricardo meg Norris, az ott vége lenne a McLarennek, gyerekek, az így táncolna a box. Tehát ott mindig menne a hülyeség. Úgyhogy ja. Tehát az Alonso-s témát én azt elengedném, szerintem azt már nem kéne erőltetni. Meg volt az ideje. Rossz döntéseket hozott. De az időben nem lehet visszamenni, kész, ez van. Be kell érnie két VB címmel elnézés közben. De tényleg nekem nagyjából így ez a véleményem. Nem mondom, hogy nem lenne rossz egyébként megnézni mondjuk egy Merciben Hamilton ellen, de ez büdös életbe soha nem fog egyébként létrejönni, úgyhogy szerintem ezt engedjük azt el. Na, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, kurva sokan itt voltatok egyébként, nem gondoltam egyébként, hogy ilyen sok mindenkit fog ez érdekelni. Megpróbáltam azért kultúrált véleményt mondani erről az egészről, de várjunk még egy pár napot, hetet, hónapot, és akkor meglátjuk, hogy milyen újdonságok kerülnek még napvilágra. Nagyjából egyébként én úgy vettem észre, és tavaly, sőt az utóbbi három évben mindig így volt, hogy valaki már sokkal hamarabb elkezdett karrierezni, még mielőtt a játék elkezdődött, úgyhogy szerintem YouTube-on majd látunk majd olyan ismeretlen emberkéket, akik már ilyen 3-4 héttel megjelenés előtt neki fognak karrierezni már a végleges verzióval, úgyhogy onnan meg majd minden kiderül, hogy nagyjából mit fogunk a kezünkbe kapni majd július 10-én. Jó? Oké. Köszönöm szépen, gyerekek, akkor a figyelmet. F1 2020-ban rajta maradunk, és meglátjuk akkor, hogy mi lesz ennek a sorsa. Na. 20 órakor pedig DTM lesz majd. Hát, hogy én leszek-e rajta, azt még nem tudom garantálni. De majd meglátjuk. Sziasztok!